Atya, tiszta lelkű Szűzanyánk, téged nekünk ajándékozott a Teremtő. Földünkre léptél, hogy világra hozd Jézust, aki a keresztván értünk áldozta fel életét megváltásunkért, bűneink kiengesztelésére. Mi magyarok különösen is anyánknak vallunk, mert első szent királyunk néked ajánlotta fel országának és népének sorsát. Őseink Szent Gellért vértanúnak, egyházmegyénk védő szentjének és első püspökének buzdítására nagy boldogasszonynak neveztek, és legtöbb templomunkat néked szentelték. A te nevedet csuttogták minden bajban, te hozzád fohászkodtak minden szükségben, mert tőled várták az oltalmat. Ez a város is a 13. században néked szentelte első templomát, és ez a templom lett a Körösvidék első zarándok helye. Az ország nagy pusztulásának idején a török részben a te templomodat is romba döntötték, jó anyánk. 1715-ben a téged tisztelő és szerető gyermekeid az elpusztult városba élve templomukat a nádasokban elvejtett, de csak szívükben élő boldogasszonynak szentelték. Hozzád fohászkodtak, hazánk védasszonya, akit már úgy tisztelt a Körösvidék népe, mint nádi boldogasszonyt. Így most mi is újra meg újra elég borogunk, és hódolattal kérünk nádasok népének boldogasszonya, hogy szilárdan érjen bennünk a hit, az Isten ügyéért való buzgóság, legyen bennünk áldozatkész szeretet és a te oltalmadat kereső Mária tisztelet. Vedd pártfogásodba, nádi boldogasszony, a hozzád zarándokló híveidet, soha se hagyd őket pártfogásod nélkül, amit kérnek, add meg nekik és szeretteiknek. Emlékezzél meg kegyesen mindazokról, akik hosszú utat tettek meg azért, hogy előtted hódoljanak és téged tisztán csengő énekkel köszöntsenek. Hűséges zarándoklatuk jutalmául est ki számukra a tiszta élet kegyelmét. Járj közben értünk, nádi boldogasszony, Gyula nagyasszonya, fiad, ami Urunk Jézus Krisztus által. Amen. Tisztelendő kanonok úr, kedves Antalagyok, Gyula plébánia helyében tisztelettel és szeretettel köszöntünk téged itt a nádi boldogasszony templomban az oltár szentelésének és a virágbúcsú ünnepének alkalmával, és egyben köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásokat és ezt az ünnepi zenés áldozatot, és nekünk bemutatod valamennyiük lelki javára. A pi pályafutásodra Isten bőséges áldását kérjük a továbbiakban is. Jó egészséget kívánok, Isten közöttülem. Kérlek, fogad szeretettel a plébáni ajándéket. Amen. 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 Am
az, hogyha együtt ünnepelhetjük egy templomnak a búcsú ünnepét, emlékezzünk őseink hitére, buzgóságára, és mi magunk is megújítjuk hitünket, ragaszkodásunkat a szűzanyához és a szűzanya által a mi Urunkhoz, Jézus Krisztushoz. Ezt a szándékot indítjuk fel magunkban a mai ünnepen is, és nyitott szívvel vagyunk Isten kegyelme iránt. Ahogyan Mária kegyelemmel teljes volt, a mi szívünket, lelkünket is tölts el kegyelmével az Úr. Hogy ennek akadálya ne legyen, ezért távolítsunk el a szívünkből minden akadályt, minden bűnt. Megvánva bűneinket, kérve az ő bocsánatát, tisztuljunk meg, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Jónom a mindenható Istenem, és neked testvéreim, hogy sokszor és sokat védkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és tudasztással. Én védkem, én védkem, én igen nagy védkem, kérem szép a boldogságos, mindenkor a szent védelem Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhez. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. Thank you.
Istenünk, te a boldogságos Szűznária közben járására, népünket számtalan jó téteménnyel halmoztad el. Szent István első királyunk rendeléséből, nagyasszonyunknak és pártfogónknak tiszteljük őt a földön. Add jóságosan, hogy egykor vele együtt örökké örvendezünk a mennyben. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Olvasmány Sirák fiának könyvéből. Jó illatot fakasztok én, mint a szőlőtő, és virágaimból pompás, dús gyümölcs terem. Anyja vagyok én a szép természetnek, az Isten félelemnek, a hitnek és a szent reménynek. Nálam van az út és az igazság minden kegyelme, nálam van az élet és erény minden reménye. Gyertek hozzám mind, akik megkívántok engem, és teljetek el gyümölcseimmel, mert lelkem édesebb a méznél, és birtoklásom a lépes méznél. Emlékezetem él minden idők nemzedékeivel. Akik engem esznek, még inkább éheznek. Akik engem isznak, még inkább szomjaznak. Aki rám hallgat, meg nem szégyenül, akik értem fáradnak, nem esnek bűnbe. Akik fény derítenek rám, örök életet nyernek. Ez az Isten igéje.
Abban az időben Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába egy szűzhöz, aki jegyese volt egy férfinak, a Dávid házából való Józsefnek. A szűz neve Mária volt. Az angyal belépett hozzá, és így szólt: üdvözlégy, kegyelemmel teljes, az Úr veled van. Áldottabb vagy te minden asszonynál. Ezek az evangélium igényi. Krisztusban, kedves testvérek, hogy sokszor hallatszott már erről a helyről Szűz Mária dicsérete, hangzott el Isten üzenete az angyali köszöntésről szóló szentírási részlet, hogy sokszor idéztük fel szívünkben, lelkünkben és emlékezetünkben, akár ennek a városnak a történelmét, Mária iránti szeretetét és a hozzá fűződő kapcsolatot, hogy sokszor szóltak már előttem arról, hogy hogyan is lett ez a templom, kegytemplom már, milyen régi az a hagyomány, amely ennek a városnak, településnek a népét Máriához kötötte, és mélyen beleigódott a lelkébe Mária tisztelet. De ez nem csak Gyula városának a hívő népére illik, hanem egész magyar nemzetünkre, sőt, mondhatnám azt, hogy az anyaszentegyházunknak a lelkében is kezdetektől fogva ott él, ott van a Mária iránti tisztelet. Sokszor vádolnak is bennünket, nem katolikus testvéreink, túlzásba visszük a Mária tiszteletet, még olyan is elhangzik, hogy imádjuk Máriát, mert sokszor látják azt, hogy a templomban Mária oltár előtt letérdelünk, mint ahogy most is letérdeltünk a kegykép előtt. De mi tudjuk azt, hogy ez nem az imádás jelen esetben, hanem a legnagyobb tisztelet jelen, és hogy mi tulajdonképpen Márián keresztül az Urat imádjuk, és ő előtte hajtunk térdet. Illő, hogy szívünkben ott legyen a Mária tisztelet. Ebből nem lehet elég soha. Miről is van szó? Nem mi emberek voltunk az elsők, akik Máriára tekintettek, és őt kiemelten a teremtmények közé sorolták, hanem maga a Teremtő Isten, aki már a világ teremtése előtt ismerte őt, mert ott volt terveiben az egész teremtés, ott volt terveiben a megváltás, és az a szándék, hogy a megváltó egy asszonytól szülessen. Ezt olvassuk már az Szentírásnak első lapjaiban, első lapján szinte, a bűnbeeséskor, amikor azt mondja az írás, ellenségeskedés, beteg, köztelés az asszony között, mondja ezt a sátánnak az Úr, az ő ivadéka és a te ivadékod között, az szétiporja fejedet, és te a sarka után leselked el. Tehát már akkor ott volt a Teremtő Isten szívében, terveiben az asszony, akitől majd születik a megváltó. Csak ugyanezt egyházunk tanítja, a Jézusra való tekintettel Máriát még az átverető bűntől is megóvta, ezért nevezi őt a mai evangélikus kegyelemmel teljesnek. Semmi sem hiányzott Mária lelkéből, életéből, ami kedves lehet az Úristen előtt, és semmi sem volt benne, ami nem volt kedvére az Úristennek. Teljesen kegyelemmel teljes volt, tökéletes teremtménye az Istennek, egyetlen teremtményként a világon. Mert mindannyian, mi keresztelő János is, akiről pedig azt mondja az írás, hogy maga az Úr Jézus, hogy nem született nagyobb keresztelő Jánosnál, azt mondja, szülöttei között, benne is ott volt az átveredő bűn.
a sebzettség, a bűnre való hajlam és a bűn lehetősége. Természetesen Máriától sem vette el a szabad akaratot az Úr, és ez az ő érdemeire utal, hogy megőrizte szívében ezt a kegyelemmel teljességet. Hogy szabad akaratból vétkezhetett volna, de nem tette. Megmaradt Isten teljes kegyelmében. Mi által érte ő ezt el? Azt mondja róla a Szentírás, még amikor meglátogatta Erzsébetet, Mária így köszöntötte őt. Boldog vagy, Mária, mert hitted, hogy beteljesedik mindaz, amit az Úr mondott neked. Mária pedig azt mondta, boldognak mond engem minden nemzedé, nagy dolgot művelt velem az Úr, a hatalmas. Azért volt Mária boldog, mert hitte, hogy beteljesedik életében mindaz, amit az Úr mondott. Hogy tökéletesen átadta magát az Úrnak azokkal a szavakkal, amit hallottunk ma is. Az Úr szolgáló leánya vagyok, legyen nekem a te igéd szerint. Teljesen átadta magát az Istennek, az isteni akaratnak. Ez volt az ő felajánlása. És a teremtmény akkor cselekszik igazán helyesen, leghelyesebben, hogyha alárendeli magát az Úristennek, az ő szeretetének, hatalmának, jóságának, felajánlja önmagát. Ahogyan ezt Szent István királyunk is tette, amikor felajánlotta az országot Máriának. Átadta a kormányt, a koronát, legyen Mária védője, oltalmazója és őrzője ennek a nemzetnek, ennek az országnak. Micsoda hit volt ebben a cselekedetben. Nem emberre bízza, nem egy tehetséges gyermekre, utódra, hadvezére vagy államférfira, hanem magának, a boldogságos szűzanyára, akire már az őseik is, őseink, régi magyar őseik is tisztelettel néztek fel, hiszen a néprajzkutatók szerint már a Mária tisztelet ott volt a úgynevezett pogány őseink életében is. Tehát nem volt idegen Szent István lelkületétől és a kezdő magyaroktól sem a Mária tisztelet, és jól döntött István, amikor ezt megtette, hogy felajánlotta az országot Máriának, de nem csak ő, hanem utána még sokan a történelemben megújították ezt a felajánlást, legutóbb Erdő Péter bíboros úr is, a püspöki kar is megtette ezt Fatimában, és megtették sokan püspökök, így például Szeged Csanád püspöke szintén megtette ezt, amikor Mária Latán felajánlotta az országot szintén Máriának. És ezt tesszük mi is, mai hívők, mai keresztények, mai katolikusok és magyarok, hogy újból és újból felajánljuk az Istennek és Máriának az országot. Szent Istvánt a szükség késztette arra, hogy ezt megtegye, a hagyomány szerint utód nélkül volt, mert Imre herceg meghalt, és nagy gondjában, aggódásában tette ezt a lépést. Nem látta biztosítva az ország jövőjét és sorsát. Ahogy mondtam, történelem folyamán sokszor adódott ilyen helyzet, hogy veszélyben volt az ország, és akkor mindig volt valaki, aki ezt megtette, és volt egy hívő nép, amelynek mindig voltak Máriához szóló gyönyörű énekei, ha nem is ismerték még a középkori magyarok nagy boldogasszony szép énekét, boldogasszony anyánk, hiszen ez a 18. század körül keletkezett ez a szép ének, amely nemzeti himnuszunk is volt jó ideig, még meg nem született Kölcsei himnusza. Tehát zengett a magyarok ajkáról a boldogasszony anyán kezdetű ének, melyben ott van az is, hogy Magyarországról, régi hazánkról
vagy édes hazánkról, máskor mondják romlott hazánkról, ne felejtkezzél meg szegény magyarokról. Ma is talán legtöbb magyar ismeri ezt az éneket, nem csak a politikusok, hiszen emlékezzünk csak a nagy rendszerváltó nagy eseményre, amikor a Hősök terén megtörtént az a bizonyos nagy beszéd, és a nép önkéntelenül is elkezdte énekelni a Boldog Asszony Anyánk éneket, és zengett a Hősök tere mindenki ajkáról, és mi is tesszük ezt nap mint nap, és ezáltal ajánljuk fel egyénileg is az országunkat Máriának. De ha már a felajánlásról van szó, ahogyan elmondottam, hogy a Mária is felajánlotta szolgálatát az Úrnak és egész életét, úgy ez a mi hívő és vallásos életünknek is nagyon fontos része kell, hogy legyen, hogy tudjuk napról napra felajánlani önmagunkat az Úristennek, felajánlani magunkat, családunkat, országunkat, egyházunkat, ügyes-bajos dolgainkat oda ajánlani, ami annyit jelent, mint egy áldozatul adni, mint egy felajánlani, kedves áldozatul az Úrnak életünket, gyermekünket, például amikor elhozzuk keresztelni a templomba, akkor ebben nem csak az van, hogy meg legyen keresztelve, úgymond ne legyen pogány, hanem a szülő elismeri azt, hogy ez a gyermek, ez nem az én tulajdonom, ezt az Úristen adta, rám bízta nagy bizalommal, hogy neveljem föl, és ismertessem meg vele a szép és jó dolgokat, neveljem föl emberré, keresztény emberré, hívő emberré, Isten gyermekévé, és ezt a szülő elismeri, amikor bemutatja a gyermekét a templomban, és megkeresztelteti, ahogy magát Jézust is bemutatta a Boldogságos Szűz Mária és Szent József a születése utáni 40. napon. Tehát sok minden benne van ebben a felajánlásban, testvérek, az egész lelkületünk, alázatunk, hódolatunk az Úristen előtt, és mondom így, hogy az Isten előtt, na ha ezt akár a Szűzanyán keresztül is tehetjük, hiszen nagyon jól tudjuk, hogy Jó Istentől származik minden kegyelem és áldás, de Márián keresztül. Ha nem történt volna meg annak idején az a fiát szó, ami azt jelenti, hogy legyen úgy, ahogyan te akarod, akkor a hittudósok szerint nem születhetett volna meg az Úr Jézus Krisztus. Micsoda bizalom volt ez a Teremtő Isten részéről, hogy mégiscsak emberre bízta a megváltás lehetőségét is, és ez a kiválasztott ember, személy, ez Mária volt. Ezért is tartozunk neki oly nagy hálával, amiért ő ezt megtette akkor. De testvéreim, ahogy az Erzsébet szavait idéztem, amit ki azt mondta, hogy boldog vagy Mária, mert hitted, hogy mindaz beteljesedik, amit az Úr mondott neked, akkor ezzel kifejezte azt is, hogy valóban Mária boldog volt, és mi is boldog asszonynak hívjuk őt, mert hitte, hogy az Úr megteszi, amit ígért. A mi boldogságunknak is ez az alapja és feltétele, hogy hitjük, amit az Úr mondott, azt megvalósítja. Hogy valóban Atyánk az Isten, hogy valóban szeret az Isten, és ő személy szerint, egyénileg is ismer bennünket, nevünkön szólít, gyermekének tekint bennünket, és akarja, hogy üdvözöljünk. És ezt az ő Szent Fia által meg is teszi, mert általa juthatunk el az Atyához. Hisszük-e, hogy beteljesedik a mi életünkben is ez a boldog élet, mármint az örök élet és az üdvösség, mert ha hisszük, akkor valóban boldognak mondhatjuk magunkat már itt a Földön is. Mikor megkérdezik valakitől, hogy boldog-e, akkor sokan elmondják, hogy
igen, én boldog vagyok, mert minden úgy sikerült az életemben, ahogy elterveztem, szép családom van, karriert jutottam be, nem szenvedek hiány semmiben, még egészségem is van. És hát emlékezzünk csak a sportolókra, éppen a tegnapi Roland Garros győztes lengyel, szimpatikus, fiatal sportoló, aki megnyerte a tornát, hát boldognak mondta magát, boldog vagyok. És még sokan, akik pillanatnyi sikert megérnek, pillanatnyi örömben van részük, azt mondják, hogy boldog vagyok. Talán az is elmondhatná magáról, hogy boldog, aki ötös találatot nyert, és rengeteg pénze van, boldognak mondja magát. De ez nem az a boldogság, amelyről az Úr Jézus beszélt, amikor meghirdette a 8 boldogságot. Boldogok a lelki szegények, boldogok, akik sírnak, mert vigasztalást nyernek. Boldogok a tiszta szívűek, mert meglátják az Istent. Boldogok a békesség szerzők, mert övék a föld. Sőt, boldogok, akik üldözést szenvednek az igazságért, mert övék a mennyek országa. Ez a boldogság sokkal mélyebb és távolabbra mutató, mint az előbb említett boldog percek az ember életében. Ez a boldogság abból fakad, hogy hiszem és meggyőződve vagyok arról a felől, hogy a kezem az Isten kezében, az életem az Isten kezében van, hogy sorsomat rábíztam, hogy az ő irgalmába vetettem minden bizalmamat, tehát bűneim ellenére is boldognak mondhatom magamat, és biztonságban érezhetem magamat, mert Isten atyám és szeret engem, ahogy a tétozó fiút is magához ölelte az ő atya, amikor visszatért hozzá. Ez a boldogság abból fakad, hogy elmúlik a földnek minden bánata, búja, nehézsége, de biztosak vagyunk abban, hogy az igazi élet majd csak azután következik. És akkor nem zavar bennünket az, hogy most ott van az arcunkon a maszk azért, hogy védjük magunkat, de akkor sem esnénk kétségbe, hogyha ne adj Isten, bármelyikünk elkapná, és súlyos hetek, hónapok után talán még bele is hallhatunk. Még ez sem veheti el ezt a mélyből fakadó boldogságot a mi életünkben, mert tudjuk, hogy senki el nem veheti tőlünk azt az életet, amelyet az Úrtól kaptunk a hit által. És ez a mi igazi boldogságunk, testvérek. Hisszük, hogy beteljesedik életünkben mindaz, amit az Úr ígért a benne hívőknek, és akik a hitük által élnek. Amikor a világ sorsára tekintünk, testvéreim, amikor azt látjuk, hogy sokkal veszedelmesebb vírus támadja népünket, sőt, az egész világot is, mint amitől most védjük magunkat, akkor még nagyobb okunk van arra, hogy rábízzuk magunkat, országunkat, egyházunkat, gondviselő Istenre. Hogy védjen, oltalmazzon meg bennünket annak a nagyon-nagyon veszélyes liberális szellemnek a kárától és ártalmaitól, amelyet most oly nagy fennhangon hirdetnek és követelnek, és emberi jognak tekintik és követelik azt, ami valójában nagyon rossz és nem való az emberi természetnek. Részleteket mellőzve mindannyian tudjuk, hogy milyen világot élünk, hogy mire tanítják majd gyermekeinket, ne adj Isten az óvodában vagy az iskolákban, ha rossz nevelők és tanárok kezébe kerülnek, reméljük, hogy nem. Tehát van aggódásra, de ugyanakkor a bizalmunk is legyen erős. Ha a testi bajoktól meg tud védeni minket az Úr, akkor a lelki vírusoktól és betegségektől is meg tud védeni minket, ha mi is akarjuk.
Ezért is kell imádkoznunk, hogy ezek az ártalmak múljanak el, és józanodjon ki az emberiség, ha nem elég a veszély érzete a halálnak, a betegségnek, a pusztulásnak, amit most okoz ez a járvány a világban, akkor jöhetnek még komolyabb figyelmeztetések, amik talán már megdöbbentik az emberek nagy többségét, és elkezdenek gondolkodni, hogy mire való az a tülekedés a hatalomért, a vagyonért, a pénzért, az élvezetekért és minden egyéb földi mulandó dolgokért, ha oly bizonytalan és oly kétséges már maga az egészségünk vagy az életünk is ezen a földön. Mit kapaszkodik egy 80-90 éves ember még mindig a hatalomba és a pénzbe, amikor ma-holnap az Úr elé kell állnia és számot adni az életéről? Gondolkodjunk el ezen, testvérek, és tudjunk szabaddá válni mindentől, ami mulandó, akár földi vágyainktól és terveinktől is, ha az nem úgy alakul, ahogy szerettük volna, tudjunk mindig hozzáigazodni a körülményekhez, a nem várt eseményekhez, ami bekövetkezhet egyéni vagy családi életünkben, vagy az országunk életében, és legyünk biztosak, hogy az Úr igazgatja útjainkat, hogyha mi valóban odafigyelünk, és mindig készek vagyunk elfogadni az új állapotokat, új helyzeteket, amelyek esetleg nehézséget okoznak, de semmiképpen nem árt nekünk lelki értelemben. Ez a mi mai feladatunk, kedves testvérek, és én azt remélem, hogy további évszázadokon is megmarad nékünk szűzanya oltalma alatt, és megmarad a mi magyar lelkünkben is az iránta való tisztelet. Felhangzik ajkunkról még nagyon sokszor a boldogasszony anyánk, vagy más szent énekeink, és tudunk még örülni annak, hogy vagyunk ezen a világon, hogy megmaradunk ebben az országban, hogy van jövője nemzetünknek, egyházunknak, mert maga az Úr ígérte, hogy a pokol hatalmasan vehet rajta erőt. Két idézettel zárnám be ezeket a gondolatokat. Az egyik Rohászka Otokár püspök beszédéből, ahogyan ő gondolkodik Nagy Boldogasszonyról. Nagy Boldogasszony hitünknek asszonya. Az a kereszténység hódította meg a magyar, amely a Szent Szűz alakjával, tiszteletével és szeretetével köszöntött be a világba. Az az evangélium hódította meg a magyar, amely az angyal köszöntésével kezdődik, amely a Szent Szűz alázatával lép a világba, és amelynek első híve a szűz, boldog, aki hit. Hatalmas méltóságából és belső kitűnőségéből, mint szeplőtelen, kegyelemmel teljes, páratlan szűz, mennybe fölvett szűz következik, hogy ő valóban királyi lélek, Istenhez legközelebb álló, hiszen szívében fogadta magát az Urat. Őt szereti az Úr leginkább. Légy a mi Úrnőnk új századokra, hogy még Istent keressük, általad meg is találjuk. És egy szintén nagyon szép ének, szöveg, ó dicsőséges, ó ékességes, mint a csillag fényes, Úrnőnk, anyánk vagy, drága szép erélyes. Pálmos udára, nektár pohárja, fűszer illat árja. Vidd a bolyongót égi hódbódjára, szent búza magja, ékszer smaragdja, irgalom harangja, jusson elődbe e zsolozsma hangja, harc lobogója, végság folyója, szűzvirág bimbója, égi gyönyörnek vagy te kincstartója, föld liliomja, rózsagaj lombja, száj az égi honba, melynek fényárját szíved földre vonja, menj ékessége, nép dicsősége, vidd szívünkbe, szívünket égbe,
hogy a száműzött elje nyugtát végre. Fény a sötétben, édes reményem, ó, tekints le rám, fenn, adj híveidnek örök értet. Amen. Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében, hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, aki az Atyától született az idő kezdete előtt. Isten az Istentől, világosság világosságtól, valóságos Isten, valóságos Istentől, született, nem teremtmény, az Atyával egy lényegű, és minden által lett. Értünk emberekért, a mi üdvösségünkért, leszállott a mennyből, megtestesült a Szentlélek erejéből, Szűz Máriától és emberré lett. Koncius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették, kínhalált szenvedett és elvetették. Harmadnapra feltámadott az írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján, de újra eljön dicsőségben, ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége. Hiszek a Szentlélekben, Urunkban és éltetünkben, aki az Atyától és a Fiútól származik, akit épp úgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút, ő szólt a próféták szavával. Hiszek az egy szent, katolikus és apostoli anyaszent egyházban. Vallom az egy keresztséget, a bűnök bocsánatát, várom a holtak föltámadását és az örökében örök életet. Kedves testvérek, virágbúcsú van. Szűzanyának elhoztuk a szeretett virágát, most majd körmenetbe helyezzük el a kegyoltárnál. A padok mellett fogunk körbe menni, és a oltár előtt virágunkat letesszük, fejet hajtunk. Közben pedig zengen az ének, köszönjük Máriának a pártfogását és a segítségét.
anyák elé. Áld meg, Uram, a Szent Atyánkat, hogy vezetésével Krisztusnak hűséges tanítványai és nagyasszonyunknak buzgó gyermekei legyünk. Kérünk téged, hallgass meg minket. Adj hazán főpásztorainak, papjainak és szerzeteseinek testi lelki erőt, hogy munkájuk nyomán egyre gazdagabban viruljon a krisztusi élet Mária országában. Kérünk téged, hallgass meg minket. Alakítsd át szívünket, hogy boldogasszonyunk példája szerint mi is rád figyelő és akaratodat teljesítő keresztények legyünk. Segítsd a magyar családokat, hogy Szent Istvánt, Boldog Gizellát és Szent Imrét követve vállalják az áldozatos családi életet. Ébreszd fel a magyar ifjúságban a keresztény hivatás tudatot, hogy Mária országa újra a szentek földje legyen. Vezesd elhunyt testvéreinket az égi hazába, hogy ott együtt örvendjenek nagyasszonyunkkal és nemzetünk szentjeivel. Urunk és Istenünk, első szent királyunk végakaratából fiad édesanyját nagyasszonyunknak tiszteljük. Segíts, hogy pártfogásával a családjainkban és hazánkban megvalósítsuk szent fiad országát, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Szentőtelen bárányt, és arra kérünk, hogy a boldogságos üzen a közben járására őseink hitében megerősödjünk, és mindnyájan az igazságban egységre jutva, ugyanezzel az üdvösséges elegyelváltá találkozunk Krisztus, a mi Urunk által. Imádják az uralkodó szellemet,
mert fiad, ami Urunk Jézus Krisztus által a Szent Lélek erejével éltesz és megszentelsz mindent, és népet gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát Istenünk a Szent Lélek által szentelt meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanúgy kezébe vette a kelyhet, majd ismét hálát adott, odaadta a tanítványainak, és így szólt: vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Annak emlékét ünnepeljük tehát Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan föltámadt, fölment a mennybe és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints, kérünk, egyházad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál, add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegye minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyeressük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, boldogságos Szent Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, Szent apostolaiddal, dicsőséges vértanúkkal, Szent Gellért püspökkel és minden szenttel együtt. Az ő közben járásunkban bízva reméljünk, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgáltat Ferenc pápánkat és László püspökünket, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Teljesítsd kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk, jóságos atyán, gondd magadhoz irgalmasan a világot szétszórodott valamennyi gyermekedet. Elhunyt testvéreinket pedig, és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk. Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el jó, minden jó van a világból. Ő általa, ő vele és ő benne van, én mindenható Atya Isten a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben van,
minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítünknek Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékosszaink békében, és add meg teljes egységét. Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
könyörögjünk. Kérünk Istenünk, segítsen népedet a boldogságos mindenkor Szűz Máriának, nagyasszonyunknak és pátronánknak kegyes közbenjárással, hogy mi, akiket jó téteményekkel szüntelenül elhalmoz, minden veszélytől megszabaduljunk, és egyetértők legyünk az ő szeretetében, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Kértem a kedves testvéreknek, a jövő vasárnapi felsőgyűjtés a missziók javán történik. A németvárosi templom tetőzetének felújítására eddig 2.408.200 forint gyűlt össze. Köszönjük a kedves testvérek támogatását. Szeretettel kérem, hogy aki tudja támogatni ezt a szent célt, akkor a versenyben, kijelölt versenyben, vagy a plébánián szíveskedjék adományát nyugta fejében átadni. A közösség érdekében jutott segítséget előre is köszönjük. Most pedig megköszönöm kanonok úrnak a mai szolgálatát. Mindannyiunk számára öröm, hogy együtt lehettünk és imádkoztattunk. Nagyon szépen köszönöm a kedves testvéreknek a szál virágot is Mária nevébe, amit hoztak az oltárhoz. Örülök, hogy ez a mai nap még akkor is, hogyha ilyen nehéz körülmények között, de mégiscsak méltóképpen ünnepelhettük meg Szűzanyánkat, Nádi Boldogasszony. Köszönöm azoknak, akik hozzájárultak a búcsú megünnepléséhez, a templomtakarítóknak, virágozóknak, szolgálattevőknek, mindenkinek, aki kivette részét ezen a mai napon, hogy méltóképpen tudjunk ünnepelni. A ANTS ajánlatára Agapé most elmarad, mivel nem lehet maszkba étkezni, hát lehet, csak az kicsit körülményes, úgyhogy lefagyasztjuk a süteményt, majd következő alkalommal kiengedjük, tehát az Agapé most a szentmise után elmarad. Most pedig fogadjuk és lélekkel az áldást. Az Úr legyen veletek, és a adjaját a bőséges áldását. Érezzétek mindig és mindenütt a Szentszén segítő oltalmát, hiszen ő általa kaptátok meg az élet szerzőjét. Amen. Most pedig, amikor az ünneplésére áhítatos lélekkel összegyűltetek, vigyétek haza otthonotokba a lelki örömök és a kegyelmi javak aján,